Sziasztok, állunk a megfelelő helyre. Sziasztok, Manó János, én Tígocsra, és egy Google-ről fogok beszélni. Négy néz ki, hogyha a kezembe veszem, megmutatom, hogy néz ki, hogy a fejemre rakom. Mondja, hogy a robot. És erről első, a fejlesztői szemszögből fogok beszélni. A másik. A hardware. Ez egy közben két évvel az előtti Android, dual core, Xandilban, ARM, etc. Az operációs rendszer az egy Android 4.4, az API15, és erre van egy verzió development kit pluszban hozzá, hogyha betöltötök egy mostani, vagy frissítettek egy Android development framework-ot, akkor ott meg fog jelenni az API15-nél egy olyan sor, hogy és akkor azt kapcsolódsz hozzá, ugyanis fejlesztünk meg, hogy valami van rajta egyébként. Illetve nem biztos, de ez még ilyen. Van hozzá egy ilyen companion app, ami az embernek a mobilján fut. Lehet egy Android, vagy néha lehet egy iOS is. Ez egy ilyen társ applikáció, amin keresztül könnyebb kezelni ezt az eszközt, mert egy kevés input interfészed van. Szenzorokat is ad. Magában a Gaznak például is GPS, de van GPS az úgy, hogyha fut ez a kompanya a telefonon, ami Bluetooth távolságon van az eszközben a Gaznak. Hogy milyen élmény? Tehát ilyen élmény. Kicsit így a látom ez egy jobb felső sarkából arra, hogy ilyen kapjánál számomra most viszintes kijelzőt. Ez a feature, amit tud, és rá kell nézni, tehát nem az van, hogy nézek a világba, és akkor közben látok valamit, hanem amikor a rajzba nézek, akkor mint egy zombi így felnézek, így föl. És akkor visszanézek a valóságot, és akkor felnézek. Mert nem élmény szempontból nem az van, hogy itt a kiterjesztettem, hogy egyszerűen a mindent nem látok. User experience, tehát ezek kapnál ezt a 360-as viszintes kártyák, ők kártya az a terminológiai card, és körülbelül így néznek ki. A jobb oldali végcsináltal mind a kettőt a valóban mindenki áll részt. Van egy ilyen timeline feature-re, hogyha a user experience-ről van szó. Az egyik fajta content, amit áll lehet adni, az a Google is úgy gondolták, hogy érdemes ilyen időinformációt nyomni a Quest-re. És itt, ahogy itt a vizualizáció is mutatja, időrendben rendezett információk vannak. Itt a vízválasztó az a középen látható időpont, tehát amikor egyszerűen így rákattintok a cuccra, akkor megjelenik az időpont, és ha attól jobbra scrollozok, akkor ezek a timeline dolgok kártyák jönnek, de ha balra scrollozok, akkor pedig általános kártyák jönnek. Input, van majd egy touchpad, ez itt a széle, ez. Ezt lehet simogatni, nagyon funky, lehet ütögetni, meg lehet így lefelé simogatni. Ezt a három dolgot lehet tudni csinálni, illetve lehet a fejemmel mindenféle dolgot csinálni. Ezt is élvezi a Glass, például bekapcsolt, ha mondjuk kapcsolni, ki van kapcsolva, és akkor megyek az utcán, hogy felnézek, megnézek, és bekapcsolom. És nem kell, meg is sem van, hogy szőbe kapcsolom. Illetve van ilyen pislogós érzékelő benne, mivel nem tudok a jogszabályban pislogni, ezért nem tudtam benne. A voice egy fontos dolog, tehát van benne egy voice interface, és akkor amikor az általános vizet megyek át, tehát itt látjátok, hogy a középső számos vizén azt írják, hogy OK Glass, tehát az a fő, tehát az utcán zombikat látok, és azt mondja, hogy jelenleg egy OK Glass, akkor azt fogják mondani, hogy a Google Glass csinálja neki valamit, és akkor utána kijön egy ilyen nevű, amit a voice commandoknak a listára, és akkor azt mondom neki, hogy OK, Glass, take a picture, akkor csinálj egy képet. Ez a leggyakoribb és legegyszerűbb dolog, ezt mindenki nagyon hamar a tűrjelződésnek tudja. Ezt a audio interface-t tudod használni a saját applikációkban is, és nagyon egyszerű, mert egyszerűen leírod angolul, hogy mik azok a szavak, amit fel akarsz tépirelni az eseményt, és hallgatja. Terminology, card-nak hívják ezeket a kis képernyőket. Ezek lehetnek a timeline-on, és akkor általában statikusok, és egy konkrét időponthoz kapcsolódnak. Kaptál egy SMS-t, illetve egy hírei szájtalon ilyesmi dolgok történtek. Vagy pedig lehet úgynevezett print card, vagy ilyen persisztens kártya, aminek viszont sokszor update-e lehet a tartalmát.
mi történik rajta, ezt hívják live card-nak. És akkor van ilyen, hogy immersion, az igazából egy hagyományosan rövidabb. Tehát ezt ők immersionnek hívják, ez amikor nem ebben a kártyarendszerben van elnevezve, hanem valamit tényleg csinál. És a Brassware az a te applikáció rövid össze. A fejlesztés, Android 4.4, egyébként 15. A Google Extension API-ek nem elérhetőek, tehát nincs hivatalos mapper, nincs, tehát az a része, ami nem azt mondom, hogy Android az nincs. És hát az APK, tehát a Play Store-ban nem tudom még felrakni, nincs igazából egy ilyen disztribus útsága, amelyik hozzá, mert ez még annyira volt. És van egy másik módja, hogy hogy tudsz, én most, mint Android fejlesztőt próbálom ezt egy kicsit hangsúlyozni, de van a Mirror API-en, ami mondja, hogy tudod megfejleszteni, hogy gyakorlatilag egy web service definiálsz, ami ilyen kártyáknak a content részleteit adja vissza, mert ilyenkor nem kell semmilyen Android fejlesztő környezet ahhoz, hogy amit csinálsz, hanem csinálsz egy web service, ami visszaad egy olyan stringet, hogy hello world, és akkor meg fog jelenni egy kártyán az, hogy hello. Ahogy beszéltem, nem nagyon van mire fejleszteni még, vagy terjeszteni még. Tehát a hivatalos App Store az nem számolgatni. Nem csak ez az eszköz van ilyen elmondható biztos jelleggel, hanem például van a Recon-nak is egy eszköze, megadom a kompetitorokat, és ez is Android-ot futta, tehát ha ilyen Android-os elmondható appot élsz, akkor tök jó, mert több eszközön is fog futni. Mert van például egy Spacewise nevű eszköz, amit viszont Unity munkát kódolni, és nyilván nem tudjuk, hogy milyen a rendszer fut rajta, és mindjárt fog kijönni, és még elmondható. Mi pedig ilyenre akarjuk használni. Itt, aki engem kicsit ismer, azt tudja, hogy miért. Itt a légi navigációs eszközöket tudunk írni ezzel. Oda a szürke csíkok el általában lenni ezt a feladat. Köszönöm szépen. Kérdések? Nem tudsz, hát ez egy, hogyha megnézed közelről, ez egy tehát itt oldalt van, azt is közben látszik, tehát itt oldalt van egy projektor, ez felvilágít az oldalig, ahol van egy tükör, az visszapattintja, és aztán egy felnél beállított tükör nyomja a beszélnek a képet. Tehát ez mindig félig transzponens lesz. A rekordnak a szemüvege, mint az előbb mutattam, ja, nem tudom, már is elvette a Robi az előző, a rekordnak a szemüvege az például teljesen átlátszó. Tehát ott az egy másik termék, ahol van, például nem is tudsz arra játszani által szokottan. Még kérdés? Hogy mi az ott? Ákos, 3 éve kérdélek, hogy lelátszott ezeket? Van, tehát tudok egy ilyen ilyes, mint ahogy minden Android tud. Tehát itt egy ilyen Android szintén tud, tehát egy teljesen konkrétan Open GL. Ja, úgy nem 3D. Tehát ez egy kis kérdező a szemed váltó között egy jó forsú sarkán. Megmutatom, amit a Robi köszönöm. Lehet ilyen screencast-hozni vele, és azt mutatja, hogy azt látjátok ott fent, amit én látok. Némi idejjel, amit a tudtok megengedem. Messze vagy szerintem. Négy idejjel, igen. Tehát egy ilyesmi élmény, hogy megjön ez az oké, lesz az oké, és akkor azt mondom, hogy és csináltam róla az egyik képet. Majd ti is látjátok, hogy a Bluetooth miatt oda jön. Tehát körülbelül ez az interfésznek a lényege, hogy itt megkapjuk, és a nagy feketességet láttam. Tehát körülbelül ez az igényező interfész, tehát nem túl 3D, hanem egy ilyen kis kijelző a szemednek jól fel, vagy látvány, hogy szemednek jól fel, sosem. Ott egy kérdés? Mennyire kényelmes? Mennyire használható ez egy átlag usernek? Hát egy ilyen klasszikus állítóintív eszköz, tehát meg kell szokni. Meg hülyének nézzek az utcán, nem tudom. Szerintem én azt látom, nekem az a benyomásom az eszközről még, hogy még nagyon-nagyon gyúródik az, hogy ennek a user experience-e hogy nézzen ki. Az, hogy önállóan alkalmazható legyen, hogy ezek a voice commandok mennyire jó közel, egyszerű input, hogy előre-hátra, befelé-kifelé, hogy a taskrénál ennyit tudsz csinálni.
ezek önmagunkban jók el, vagy pedig egy kompenyel appal együtt működik, tehát igazából egy kiterjesztés a modulóknak, és igazából egy külső kijelzőt kaptál a modulóknál, és hát ezek mindig kérdések, és mind kiforrás előtt állunk szerintem. Fényviszonyokra hogy reagálhatod, amikor ugye a napi dolgait is reagálhatod, hogy így rosszabb fényviszonyok között van, amikor nagyon erős napfénynél, vagy nem tudod, hogy mennyire rövelezhetsz, amíg tényleg úgy szólna, mint egy normál szemüveget, van csak bizonyos helyzetekben jó. Tehát, hogy például képkészítésre mennyire alkalmas ugye a napod során? Hát, fingér készítés, ezt mindképp ütöző gépet jól sok használni. Érted, ez egy projektor, ami egy férgától összetűkön keresztül belegyomni a szemembe a képet. Arra is értem, hogy mondjuk autót vezetsz, vagy a tekülött, és hogy az utat során, hogy érzed, hogy a 80-90% azért fogod látni, ami ott van, mondjuk egy a migrációs alkalmazásnál, vagy az ebben egy problémát, hogy ezen a kijelzőn, a tükrön nem mindig látod jó azt, amivel egyébként nagyon szükséged van a navigációs információt. Hát, nyilván a napfény túl tudja lőni, mert ugye hogy ez egy félig átterőztő valami, tehát a háttérfény az egy erősebb, mint ami ennek a fénye. Azt például a legfognak az eszközében valószínűleg nem tud dél, mert ott az nem átlátszik. Egyébként magához ez a keretben van sötétítő, tehát a tipp célom szemegyszerű csinálni belőle, és akkor legalább a te szemedet a szembesítő napon zavarja a napon. Sör mellett a többit. Nem is tudom, hogy utolsó kérdést elnézést, úgyhogy akkor a sör mellett a többit meg tudja beszélni. Sör.